Egy nagyon hosszú szezon zárt szeptember végén Hellebrandt Máté, aki a tokiói olimpián a 17. helyen végzett az 50 kilométeres távon. Az elmúlt hónapban idehaza még 5 kilométeren és 10 kilométeren is rajthoz állt Pokrovenszky József tanítványa. Ezek után elmondása szerint mind mentálisan, mind fizikálisan jól esett számára az egy hónapos pihenő. A héten Máté már elkezdte az edzéseket, mégpedig egy új, bár számára nem teljesen ismeretlen távval a célkeresztben. A jövőben ugyanis az 50 kilométer helyett a 35 kilométer lesz a gyaloglók leghosszabb távja. Bízom abban, hogy nekem ez nagyon fog feküdni. Utajára 2011-ben versenyeztem ezen a távon, mivel az utánpótlás korú versenyzőknek szoktak rendezni 35 km-es versenyt. Akkor nagyon jól ment, sőt országos csúcsot is tudtam gyalogolni ezen a távon. Bízom benne, hogy most is hasonló sikerekben lesz részem ezen az új távon. Hogy mennyivel lesz másabb a felkészülés, azt nem tudom, azt majd Józsbán majd kitalálja, de biztos nem fogunk olyan sok hosszút gyalogolni edzésen, inkább a tempós gyors edzések lesznek majd előnyben. Ez olyan körülbelül 2,5 órás verseny egyébként, ez a 35 km, másfél órával rövidebb, mint az 50 km, szóval annyira nem lesz nagy befolyása például a külső körülményeknek, a melegnek vagy a hidegnek. Ilyen szempontból egyébként örülök neki, mivel mindig nyáron vannak a főversenyek, az EB, VB, Olimpia, és általában mindig nagyon nagy kánikul van, nagyon nagy hőség, hát ilyen szempontból ez kicsit kedvező lesz számunkra. Jövőre világbajnokságot és Európa-bajnokságot is rendeznek. Hellebrandt Máté a kontinens viadalon áll majd rajthoz. Előbb lesz a világbajnokság Amerikában, és utána lesz augusztus elején az Európa-bajnokság Münchenben. Azért is döntöttünk az EB mellett, mert az egyik legfontosabb távlati célunk a 2023-as budapesti világbajnokság, és mivel helyileg is és időpontilag is az Európa-bajnokság van hozzá a legközelebb, ezért ezen a versenyen szeretnénk lemodellezni majd a budapesti VB-t. Bízunk benne, hogy ez sikerül, és hogyha jól sikerül, akkor ezt az egész felkészülést csak át kell majd másolnak 2023-as szezonra, és akkor bízunk benne, hogy az itthoni világbajnokság is jól fog sikerülni. A nyíregyházi gyalogló novemberben hazai környezetben készül, majd decemberben portugáliai edzőtáborba utazik Pokrovenszky Józseffel. Ha a körülmények megengedik, januárban és februárban visszatér az ibériai félszigetre a háromszoros olimpikon, aki már márciusban első versenyét szeretné teljesíteni az Európa-bajnokság nevezési szintjét.